Ennek a könyvnek három főszereplője van. Don Camillo a pap, a kommunista Peppone és a megfeszített Krisztus. De aki az én történeteimben megszólal, az nem Krisztus, hanem az én Krisztusom, azaz az én lelki ismeretem hangja. Giovannino Guareschi, Don Camillo kisvilága. A meggyónt bűn. Amikor eljött a választások ideje, Don Camillo olyan félreérthetetlenül foglalt állást a baloldal helybeli képviselőivel kapcsolatban, hogy egy szép napon, mikor a szürkületben hazafelé tartott a plébániára, a sövény fedezékéből mögéje ugrott egy nagy darab, köpenybe burkolózott ember, és kihasználva Don Camillo tehetetlenségét, aki a bicikli kormányra akasztott szatyorban 70 tojást vitt, egy karóval rettenetesen eltángálta, aztán eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Don Camillo nem szólt az esetről senkinek. A plébániára érve biztonságba helyezte a tojást, és bement a templomba Jézus tanácsát kérni, mint mindig, ha kételjei voltak. Most mit csináljak? Ecseteld a hátadat egy kis vizes olajjal, aztán maradj békén. A sértéseket meg kell bocsátanunk. Jó, jó. Csak hogy itt verésről volt szó, nem sértegetésről. Mit akarsz ezzel mondani? A testi sértés tán fájdalmasabb, mint a lelki. Igazad van, uram, de ne felejtsd el, hogy aki engem ütött, a szolgádat, az ezzel téged sértett meg. Én nem annyira magamért, mint inkább érted mondom. És én talán kevésbé voltam Isten szolgája, mint te. És talán nem bocsátottam meg annak, aki keresztre feszített. Veled, uram, nem lehet vitatkozni. Mindig neked van igazad. Legyen meg a te akaratod, megbocsátunk, de emlékezz a szavamra. Ha azok a jó madarak a béketűrésem láttán elbizakodva beverik a fejem, azért te leszel a felelős. Idézhetnék az ótestamentumot. Don Camillo, te jössz nekem az ótestamentummal? Ami pedig a többit illeti, vállalom a felelősséget. De köztünk szólva, ez a kis verés nem ártott neked. Legalább megtanulod, hogyan politizálj az én házamban. Don Camillo megbocsátott. De egy valami ezért nagyon furta az oldalát, hogy ugyan ki ecsetelhette úgy meg. Telt múlt az idő, mikor egy este Don Camillo a gyontatószékben ülve a rácson kívül a szélsőbbel utálatos vezérének, Pepponénak az arcát pillantotta meg. Hogy Peppone gyón, az olyan esemény volt, amitől az embernek tátva marad a szája. Don Camillo megörült. Az Úr legyen veled, testvérem, veled, akinek mindenkinél nagyobb szüksége van az ő szent áldására. Mikor gyontál utoljára? 1908-ban. Gondolj csak végig, mit vétkeztél ez alatt a 28 év alatt azokkal a szép eszmékkel, amikkel tele van a fejed. Hát igen, van egy pár bűnöm. Például? Például 2 hónapja megvertem magát. Ez bizony súlyos. Ha Isten szolgáját megsérted, Istent sérted meg. Megbántam bűnömet. Egyébként nem úgy ütöttem magát, mint Isten szolgáját, hanem mint politikai ellenfelemet. Gyöngeségemben tettem. Ezen kívül, meg az ördögi elveiden kívül nyomja-e még valami súlyos bűn a lelkedet? Peppone kiteregette a szennyest. Az egész nem volt sok, Don Camillo föloldozta penitenciaként 20 miatyánkot és üdvözlégyet róva rá. Majd miközben Peppone a balusztrád elé térdelve imádkozott,
Don Camillo a feszület elé térdelt. Jézus, bocsáss meg, de én behúzok neki egyet. Álmodban se jusson eszedbe. Én megbocsátottam neki. Neked is meg kell bocsátanod. Alapjában véve derék ember. Jézusom, ne bízz a vörösökben. Mind arra utazik, hogy valahogyan becsapjon. Nézd meg jobban, nem látod, milyen lator ábrázata van? Én nem látok rajta semmi különöset. Don Camillo, meg van mérgezve a szíved. Jézus, ha jó szolgád voltam, légy hozzám irgalmas, enged, hogy legalább ezt a nagyobbacska gyertyát széttörjem a hátán. Mi az neked egy gyertya, Jézusom? Nem. A te kezed arra való, hogy áldást osszon, nem arra, hogy üssön. Don Camillo felsóhajtott. Térdet hajtott, és kiment a szentéből. Aztán visszafordult keresztet vetni, és így éppen az imádkozásba merült Peppó nem mögött találta magát. Rendben van. A kéz arra való, hogy áldást osszon, de a láb alig ha. Való igaz? De könyörgök, ne feledkezz meg magadról. Csak egyszer. A farbarúgás már indult is, mint a villám. Peppone szemrebbenés nélkül nyugtázta, aztán fölállt, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Már 10 perce vártam. Mindjárt jobban érzem magam. Én is. Rikkantotta Don Camillo, akinek most olyan ragyogóan tiszta volt a szíve, mint a derűs égbolt. Jézus nem szólt egy szót se. De látszott rajta, hogy ő is meg van elégedve. A gyújtogatás. Egy esős éjszakán hirtelen kigyulladt a régi ház. A régi ház egy elhagyatott kis épület volt, mert még napközben is messze elkerültek az emberek, mert az a szóbeszéd járta, hogy tele van viperával és kísértetekkel. Az egészben az volt a különös, hogy a régi ház tulajdonképpen már csak egy rakás kő volt, mert egykori lakói a kiköltözéskor az összes faanyagot magukkal vitték, beleértve az ajtó és ablakkereteket is. A kis épület most ennek ellenére akkora lánggal égett, mint egy mágia. Sokan kicsődültek az utcára, és elindultak a falu végre megnézni, mi történt, és mindenki csak csodálkozott. Ott volt Don Camillo is, egy beszélgető társasághoz csatlakozva ment a ház felé vezető kocsi úton. Ez csak egy lánglelkű forradalmár műve lehet. Telehordta szalmával a házat, aztán fölgyújtotta, biztosan valami évfordulót akart megünnepelni. A polgármester úr mit gondol? Honnét tudjam én azt? Egy polgármesternek mindenről tudnia kell. A sövény szegélyezte kocsiút egy nagy, nyomorúságosan kopár fensíkba torkolt. Itt állt a régi ház, tőlük 300 méternyire, és úgy lobogott, mint a fákja. Peppó nem megállt. Az emberek szétszélettek ki jobbra, ki balra. Egy hirtelen támadt szélroham füstfelhőt sodort feléjük. Még hogy szalma. Ez petróleum. A háború végén hosszú ideig katonák állomásoztak a faluban és a környéken. Benzin vagy petrolom tartályok gyulladhattak meg.
melyeket talán valamelyik osztag hagyott itt, de az is lehet, hogy valaki lopta őket, és itt rejtette el. Ki tudja? Marhaság! Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve, és nem nyugszom, amíg a két szememmel nem láttam, miről van szó. Eltökélten kivált a csoportból, és gyors léptekkel megindult a ház felé. Már megtett vagy 100 métert, amikor Peppone 4 ugrással utolérte. Menjen vissza! Milyen jogon avatkozol a dolgaimba? Mint polgármester parancsolom magának. Nem engedhetem meg, hogy egy polgártársam meggondolatlanul kitegye magát a veszélynek. Ugyan miféle veszélynek? Nem érzi ezt a petróleum és benzinbűzt? Mit tudhatja maga, mi a fene van odaben? Te talán tudod? Én nekem fogalmam sincs. De kötelességem figyelmeztetni magát, mert ahogy petróleum van odaben, úgy lehet ott más is. Értem már. Szóval begyulladtál és rösteled a pártod beliek előtt, hogy egy nyomorult, reakciós paptól kell megtanulnod, mi a civil kurázsi. Az embereim láttak engem harcolni a hegyekben. Hát akkor most mutasd meg nekik Alföldön is, polgármester elvtárs. Az alföldi begyulladás egész más, mint a hegyvidéki. Peppone a markába köpött, és széles melkasát kidüleszve határozott léptekkel elindult a tűz felé. Amikor megtett 50 métert, Don Camillo, aki addig keresztbe font karral nézte, utána iramodott, és pillanatok alatt utolérte. Állj! Állj egy fenét! Maga csak menjen, öntözgesse a muskátliait, én folytatom. Majd elválik, melyikünk a gyáva, maga vagy én. Don Camillo szeretett volna a markába köpni, de nem tette, mert eszébe jutott, hogy esperes. Hát csak a mellét dülesztette ki, és a kezét szorította ökölbe, aztán ment ő is. Fej-fej mellett haladt Peppone és Don Camillo. A távolság egyre fogyott, már érezték a tűz sugárzó hőjét, és mind jobban összeszorított foggal és ököllel, a szemük sarkából egymást figyelve abban reménykedtek, hogy a másik csak megáll végre. De mindketten eltökélték, hogy egy lépéssel tovább mennek, mint a másik. 80, 60, 50 méter. Állj! A két hős ugyanabban a pillanatban megtorpant, hátraarcot csinált és elszaladt, mint a villám. 10 másodperc múlva félelmetes robbanás hallatszott, és a ház, kinyílva, mint egy tűzvirág, a levegőbe röpült. Don Camillo és Peppone az út közepén ülve látták egymást viszont. Körülöttük sehol egy teremtett lélek. Az emberek megugrottak, mint a nyulak. Ők is elindultak. Bár csak hagytam volna magát oda menni. Épp erre gondoltam én is. Ragyogó alkalmat szalasztottam el. Ha hagyom magát oda menni, abban a szerencsében lett volna részem, hogy a világ legsötétebb reakciósát látom a levegőbe repülni. Nem hiszem. Én mindenképp megálltam volna. Miért? Mert tudtam, hogy a ház alatti barlangban 6 kanna benzin, 95 géppisztoly, 275 kézigránát, 2 láda töltény, 7 golyószóró és 3 mázsa trotil van eldugva. Peppone erre megállt, elkerekedett a szeme. Nincs ebben semmi különös. Mielőtt meggyújtottam a benzint, fölvettem a leltárt. Ezért most meg kellene magát ölnöm. Meg tudom érteni, Peppone, de engem nehéz megölni. Nekiindultak újra. Kis idő múlva Peppone megint megállt. Ezek szerint maga tudta, milyen veszély fenyegeti, mégis megközelítette 50 méterre, és ha nem szólnak ránk, ment volna tovább. Mentem volna hát. Én is tudtam, ahogy te is tudtad. De ha egyszer bátorságunkról volt szó. Ami azt illeti, nem érheti szó a házunk elejét, derék fickók vagyunk mind a ketten. Kár, hogy maga nem közénk tartozik. Én is azt mondom, kár, hogy nem közénk tartozol. Maga tulajdonképpen szívességet tett nekem. Ez az átkozott ügy úgy nyomta már a lelkemet, mint Damoklész kardja. Csak lassan a történelmi hasonlatokkal, Peppone. Hanem maga azt mondta, hogy 7 golyószóró, pedig ott 8 volt. Kivihette el a 8-at. Amiatt ne aggódj, én hoztam el. Ha majd kitör a proletár forradalom, azt ajánlom, nagy ívben kerüld el a plébániát. Találkozunk a pokolban. A plébánia előtt elváltak útjaik. Don Camillo az oltár elé térdelt. Köszönöm. Köszönöm, hogy ájt vezényeltél. Ha nem teszed, szép kis kalamajkába keveredem. Ugyan. Minthogy tudtad, mivel állsz szemben, és hogy közelebb menned öngyilkosság.
Így is úgy is visszafordultál volna, Don Camillo. No, igen, de azért nem kell túlságosan bíznunk saját magunkban. A büszkeség néha elveszi az ember eszét. Azt mond inkább, mi van azzal a golyószúróval? Csak nem hoztál ide egy ilyen átkozott masinát? Á, 8 volt, és 8 repült a levegőbe. De nem árt, ha amazok azt hiszik, hogy van egy golyószórunk. Helyes. Helyes volna, ha igaz volna. Csak hogy te tényleg elvetted azt az átkozott vacakot. Miért vagy ilyen hazudós, Don Camillo? Don Camillo széttárta a karját. Thank you.
kincs. Küldönc érkezett a plébániára, a keszeg. Egy volt partizán, aki annak idején, amikor Pepponel hegyekben tevékenykedett hírvivőként, azóta pedig községi kisbíróként lótot futott. Egy pazar levél volt a kezében. Merített papír, gótbetűk, s mindez a párt fejlécével. Felkérem uraságodat, tisztelje meg jelenlétével szociális természeti ünnepségünket, mely holnap délelőtt 10 órakor tartatik a Szabadságtéren. A párt alapszervezet titkára, Botazzi polgármester, Giuseppe elvtárs. Don Camillo a keszeg szemébe nézett. Mondd meg Botazzi polgármester Giuseppe elvtárs úrnak, hogy semmi kedven végighallgatni a szokásos reakcióellenes, kapitalista gyalázó ostobaságokat. Fejből tudom valamennyit. Nem, politikai beszéd nem lesz. Hazafias az ügy, szociális természetű. Ha nemet mond, fogalma sincs a demokráciáról. Ha így áll a dolog, nincs több szavam. Helyes. A főnök azt üzeni, hogy egyenruhában jöjjön, és hozza a szerszámait is. A szerszámaimat? Hát a vödröt meg az ecsetet. Meg kell áldania valamit. A keszeg azért mert így beszélni Don Camillóval, mert ő volt a keszeg, aki sajátos alkata és ördögi gyorsasága folytán úgy tudott szaladgálni a hegyekben a golyók között, hogy egy karcolás se érte. Így, amikor most Don Camillo kezéből odarepült egy nagy könyv, ahol a keszeg feje volt, a keszeg már kívül is volt a plébánián, és javában taposta a pedált. Don Camillo fölkelt, felvette a könyvet, és az oltár előtt nyitotta meg a szelepet. Jézus! Nem lehetne valahogy kipuhatolni, mire készülnek oda át? Ilyen rejtélyes dolgot még nem láttam. Mit jelentenek ezek az előkészületek? Minek tűzködték körül ágakkal a gyógyszertár és a bagettiék háza közti teret? Miféle ördöngösség ez? Fiam, ha ördöngösség volna, először is nem csinálnák nyilvánosan. Másodszor meg nem hívnának téged, hogy áld meg. Légy türelemmel holnapig. Este felé Don Camillo körülnézett odakin, de csak ágakat és virágfűzéreket látott a tér körül, és senki se értett semmit. Amikor reggel két minisztráns kíséretében elindult, remegett a lába. Érezte, hogy itt valami bűzlik, hogy árulás van a dologban. Egy óra múlva feldúlta, nyugtalanul jött vissza. Mi történt? Valami hajmeresztő dolog, szörnyűség. Fúvós zenekar, Garibaldi himnusza, Pepone beszéde is a faluház alapkőletétele, és ezt az alapkövet nekem kellett megáldanom. Peponét majd szétvetette az elégedettség. Az a gazember fölkért, hogy én is mondjak egy-két szót, hát kénytelen voltam röviden tisztázni a helyzetet, mert ez kifejezetten pártügy, az a csirkefogó meg úgy állította be, mint közös létesítményt. Rossz vicc. Társalgó, olvasóterem, könyvtár, tornaterem, foájé és színházterem. Egy kétemeletes felhőkarcoló sportpályával és tekepályával nyomorult 10 millióért. A mai árakat tekintve nem is drága. Jézus, miért okoztál nekem ekkora bosszúságot? Badarságokat beszélsz, Don Camillo. Nem beszélek badarságokat. 10 éve könyörgök már neked térden állva, hogy segíts egy kis pénzhez jutnom. Úgy szeretnék egy könyvtáracskát, egy klubféleséget a gyerekeknek, egy játszóteret, ringlispillel és hintával a kicsiknek, meg esetleg egy kis úszómedencécskét, amilyen Castellinóban van. 10 éve töröm magam, hajbókolok a mocsok zsugori tulajdonosok előtt, akiket legszívesebben jól megruháznék, ahányszor csak találkozom velük. Kitöltöttem 200 lottót, bekopogtattam 2000 ajtón, mégsem mentem semmire. Erre jön egy sötét gazember, és már is 10 millió hullik az égből az ölébe. Nem az égből hullott, a földön találta. Nekem ehhez semmi közöm, Don Camillo. Csak magának köszönheti. Akkor egyszerű a dolog. Ezek szerint én élhetetlen alak vagyok. Don Camillo morgolódva a szobájába ment, hogy ott járkáljon föl alá. Azt az eshetőséget eleve kizárta, hogy Pepone utolállóként vagy bankrablással szerezte volna a 10 millióját. Nyilván a begyulladt uraktól harácsolta össze a felszabadulás első napjaiban, amikor lejött a hegyekből, hiszen akkor úgy nézett ki a dolog, hogy ripsz-ropsz, itt lesz a proletár forradalom. Aztán eszébe jutott, hogy azokban a napokban az urakból hírmondó sem maradt a faluban, jött viszont ide Pepone embereivel együtt egy angol katonai osztag. Az angolok az urak házaiba vették be magukat, a németek helyére, akik ott létük hosszú ideje alatt nyilvánvalóan minden értékes holmit összeszedtek már. Szóval Pepone fosztogatással se szerezhette a 10 milliót.
Talán az oroszoktól jött a pénz. Erre a gondolatra nevethetnék jatámat. Van eszükben az oroszoknak éppen Pepponét pénzelni? Don Camillo végül visszament a templomba, és könyörgőre fogta. Jézus, nem mondhatnád el mégis, honnan vette Pepone azt a pénzt? Minek nézelte engem, Don Camillo? Nyomozónak? Miért Istent kérdezed az igazságról, amikor az igazság benned lakozik? Keresd meg, Don Camillo! Kikapcsolódásképpen addig is, miért nem nézel be egy kicsit a városba? Másnap este a városból visszatérve, Don Camillo szemlátomást izgatottan köszönt be Krisztushoz. Téged meg mi lehet, Don Camillo? Még ilyet? Találkoztam egy halottal, szemtől szembe az utcán. Don Camillo, nyugodj meg és gondolkodj! Azok a halottak, akikkel az ember szemtől szembe találkozik az utcán, általában élők. Kizár dolog. Ez tényleg halott, én magam vittem ki a temetőbe. Hát, ha így van, erre nem igen tudok mit mondani. Biztos kísértet volt. Ugyan, kísértetek csak a buta nők képzeletében léteznek. Hát akkor? No, igen. Don Camillo összeszedte a gondolatait. Halott egy sovány fiatalember volt, nem odavalósi. A hegyekből jött a faluba Peppone embereivel. Felsebe volt, meg zúzódásai. A Dokki villa földszintjén helyezték el, ahol azelőtt a német parancsnokság, akkoriban pedig az angol parancsnokság székelt. A beteg szobája mellett rendezte be Pepone a maga parancsnoki irodáját. Don Camillo pontosan emlékezett. A villa körül háromszoros angol őrség vigyázott, azon egy légy se repülhetett át észrevétlenül, mert a közelben még folytak a harcok, és az angoloknak különösen drága volt a tulajdonbőrük. A dolog délelőtt történt. Előtte való éjjel a sebesült fiatalember meghalt. Pepone éjfél körül eljött, értem, de mire odaértem, a fiú már kihűlt. Az angolok nem akarták a holtat a házban tartani, ezért délfelé Pepone és három bizalmas embere kivitte a villából a nemzeti szín zászlóval letakart koporsót. Egy fegyveres angol osztag tisztelgett neki. Isten fizesse meg! Az egész falu ott állt a ravatal mögött, amely egy lövegtalpra volt felállítva. A temetői beszédet pedig én magam mondtam, és az emberek sírtak. Még Pepone is fulladozott az okogástól, ott állt az első sorban. Ha egyszer belefogok, én tudok beszélni. Mindezek ellenére megmernék rá esküdni, hogy az a sovány fiatalember, akivel ma a városban találkoztam, ugyanaz, mint akit eltemettem. Don Camillo másnap elment Pepponéhoz, aki a műhelyében egy autó alatt fekve szerelt valamit. Jó napot, polgármester elvtárs! Gondoltam, elmondom, hogy két napja csak a faluházat tervén jár az eszem. És milyennek találja? Pazarnak. El is határoztam, hogy én is tető alá hozom azt a kis épületet uszodával, kerttel, játszótérrel, színházteremmel, stb. Amiről, biztos tudod, már évek óta ábrándozom. Jövő vasárnap ez az alapkülletétel. Szeretném, ha te is ott lennél, mint a falu polgármestere. Pepone előjött a kocsi alól, és overája ujjával megtörölte izzadt arcát. Szívesen. Jó tett helyébe jót várj. Helyes. Addig is gondolkodj, hogyan lehetne egy kicsit szerényebbre venni azt a faluházat. Túl nagy az én vérmérsékletemhez. Pepponinak elkerekedett a szeme. Don Camillo. Maga megbolondult. Nem jobban, mint amikor szép, hazafias gyászbeszéddel eltemettem egy koporsót, amely nyilván nem volt rendesen lezárva, mert a belevaló holttesttel tegnap találkoztam a városban az utcán. Mivel gyanúsítgat maga engem? Semmivel. De az a koporsó, amely előtt az angolok fegyverrel tisztelektek, és amelyet én megáldottam, a Dokki villa pincéjében talált holmival volt tele, amit a németek hagytak ott. A halott pedig eközben a szárító padláson lapult, de élve. Na tessék, helyben vagyunk. A partizán mozgalmat akarja bemocskolni. Hagyd most a partizánokat, Pepone, velem nem fogsz kibabrálni. Aznap este Don Camilla látjám, hogy Pepone, a daróc és még két tagba szakadt partizán közeledik a plébániához. Ugyanazok, akik a koporsót vitték. Maga csak ne gyanúsítgasson bennünket. Azt a holmit mind a németek lopták össze. Az ezüstneműt, a fényképezőgépeket, az aranyat, mindent. Ha nem visszük el mi, elvitték volna az angolok. Ez volt az egyetlen mód arra, hogy kijusson a házból.
Itt vannak az elismervények és a tanúsítványok. Senki se nyúlt a pénzhez. 10 milliót kaptunk érte, és 10 millió megy a közjavára. A Daróc, aki lobbanékony természetű volt, kiabálni kezdett, hogy igenis ez az igazság, és ha arról van szó, ő nagyon jól tudja, hogyan kell bizonyos emberekkel bánni. Én is. Don Camillo leengedte a szétnyitott újságot, amelyet addig maga előtt tartott. Ekkor meglátták a jobb hóna alatt a nevezetes géppisztolyt, amely valamikor Pepponéjé volt. A Daróc elsápadt és hátrarukkolt. Peppone pedig széttárta a karját. Don Camillo, ezen csak nem fogunk összeveszni. Szerintem se. Már csak azért sem, mert tökéletesen egyetértek veletek. 10 millióból 10 millió menjen a közjavára. 7-et ti építetek be a faluházatokba, 3-at én a gyermekkertembe. Sinite parvulos venire ad me. Engedjétek hozzám a kisdedeket. Én csak a részemet kérem. Ha nem volna ott a kezében az átkozott vacak, most azt válaszolnám, hogy ez a világ leghitványabb zsarolása. A következő vasárnap Pepone polgármester a helyi nagyságok színevirágával együtt megjelent az alapkületételen. Még beszédet is mondott. De egy alkalmas pillanatban azért odasúgta Don Camillónak. Ezt az alapkövet jobb lett volna a maga nyakába kötni, aztán beledobni a póba. Este Don Camillo beszámolta megfeszített Krisztusnak. Hát, mit szólsz hozzá? Azt, amit Pepone. Ha nem volna a kezedben az az átkozott vacak, azt mondanám, hogy ez a leghitványabb zsarolás a világon. De hiszen ez csak az a csekk, amit Peponétól kaptam. Éppen azért mondom. Ezzel a 3 millióval sokat fogsz te még betyárkodni, amiért kénytelen leszek megmosni a fejed. Don Camillo térdet hajtott, és ment aludni. Hogy a gyerekekkel teli kertről álmodjon, ahol ringlispil és hinta is van, és a hintán Pepone legkisebb fia csivitel, mint egy kis madár. Thank you.
Vetélkedés. A városból kijött egy fontos ember, és a nép az egész környékről összecsődült. Ezért Peppone úgy döntött, hogy a gyűlés a főtéren lesz, és nem érte be annyival, hogy egy vörös zászlóval föllobogozó tribűnt emeltetett, hanem még egy hangerősítővel felszerelt teherautót is odahozatott, amelynek a tetején 4 hangszóró meredezett. Így azon a bizonyos vasárnap délutánon zsúfolásig megtelt a tér, a tömeg még a szomszédos templomteret is előzönlötte. Don Camillo minden ajtót bezárt és visszavonult a sekrestjébe, hogy ne lásson és ne halljon semmit, és ne okozzon galibát. Éppen elbúbiskolt, amikor egy hang fölriasztotta. Úgy szólt akár az utolsó ítélet harsonái. Elvtársak! Mintha a falak nem is léteznének. Don Camillo a főoltár elé ment, hogy méltatlankodását kifejezze Krisztusnak. Biztos szándékosan ránk irányították valamelyik átkozott hangszórójukat. Ez magánlagsértés. Mit tehetünk, Don Camillo? Ez a haladás? Rövid bevezető után a szónok rögtön a lényegre tért. És szélsőbalos lévén szélsőbalosan is fogalmazott. A törvényesség keretein belül kell maradnunk, és ott is maradunk. Még azon az áron is, ha géppisztolyt kell ragadnunk, és a falhoz kell varnunk a nép ellenségeit. Hallod, Jézus? Hallom, Don Camillo. Hallom. Sajnos. Miért nem vágatsz bele a villámmal abba a csőcselékbe? Don Camillo, maradjunk meg a törvényesség keretein belül. Ha valakivel, aki hibázott, úgy akarod megértetni a hibáját, hogy egy lövéssel leteríted, akkor mit gondolsz? Minek feszítettem keresztre magam? Igazad van, nincs mit tenni, mint megvárni, hogy minket is keresztre feszítsenek. Ha ahelyett, hogy beszélsz, és csak utána gondolkozol, előbb meggondolnád, mit kell mondanod, és azután beszélnél, nem kellene utólag megbánnod, hogy butaságokat mondtál. Don Camillo lehajtotta a fejét. Ami pedig azokat illeti, akik a feszület árnyékába bújva, kétértelmű szavaik mérgével próbálnak a dolgozó tömegben bomlasztani. Don Camillo fölkapott egy nagy bronzkandelábert, marokra fogta, mint egy buzogányt, és összeszorított fogakkal megindult az ajtó felé. Megállj, Don Camillo! Addig innen ki nem mégy, amíg mindenki el nem takarodott. Jó, jó, engedelmeskedem. Egy darabig föl alá járkált a templomban, majd megállt Krisztus előtt. Ideben viszont azt csinálok, amit akarok. Természetesen, Don Camillo. Otthon vagy, azt csinálsz, amit akarsz. Csak az ablakba nem állhatsz kilövöldözni. 3 perc múlva Don Camillo a torony harangkamrájában szögdécselve olyan pokoli harangjátékot adott elő, amelyet még nem hallott a falu. A szónok kénytelen volt a beszédét félbeszakítani, a falu banda vezéreihez fordult, akik mögötte álltak a tribünön. El kell hallgattatni! Egyetértek. Ennek kétféle módja van, vagy aláaknázzuk a tornyot, vagy ágyúval lőjük. Mit beszél itt ostobaságokat? A mindenségit, miből áll betörni azt az ajtót és fölmenni a toronyba? Viszonylag semmiből, a toronyba falétrákon lehet fölmenni. És ezek fordulótól fordulóig érnek. Látod, elvtárs, a harangkamla baloldali nagy ablakában azokat a kiálló valamiket? Hát azok lennének a létrák. A harangozó fölfelé menet szépen fölhúzta őket maga után. Az utolsó forduló csapóajtaját bezárva egészen elrekesztette magát a világtól. A harangok elhallgattak. A szónok folytatta a beszédét, és minden rendben is ment, amíg megint ki nem szaladt a száján valami, ami Don Camillónak nem tetszett. Mert Don Camillo azonnal elkezdte a maga vita beszédét harangnyelven. S ha megállt is, mindig újra rákezdte, mikor a szónok kitért a becsületből. És ez így ment a végső felhívásig, amely egy egyszerű hazafias patetikus szólam volt, Don Camillo méltányolta is, csak egy kurtát kondított rá. Este Peppone találkozott Don Camillóval. Jól vigyázzon, Don Camillo, mert megjárhatja ezzel a provokációval. Hol itt a provokáció? Ti megfújjátok a trombitáitokat, mi megkongatjuk a harangjainkat. Ez a demokrácia, elvtárs. Amikor csak az egyiknek szabad szólnia, az meg a diktatúra. Peppone lenyelte a békát. De egy reggel Don Camillo a templom előtt a templom tér határán fél méterrel túl egy ringlispilt, egy hintát, 3 céllövöldét, egy hullámvasutat, egy dodzsemet, egy halálfalat és még számtalan egyéb bódét vett észre. A Vidám Park alkalmazottai megmutatták neki a polgármesteri engedélyüket, és Don Camillo visszavonult a plébániára.
Aznap este elszabadult a pokol. Verklik, hangszórók, pukkanások, üvöltés, énekszó, csengetés, fügy, bőgés, bömbölés. Don Camillo Jézus elé ment tiltakozni. Ezek nem tisztelik Isten házát. Valami erkölcstelent vagy botrányost művelnek? Nem. Ringlispil van ott, hinta, kisautó, csupa gyereknek való dolog. Akkor ez egyszerűen demokrácia. És ez a pokoli lárma? A lárma is demokrácia, amíg törvényes keretek között marad. A templom téren túl a polgármester parancsol, fiam. A plébánia a templomtól 30 méterre épült, s a hosszabbik oldalával a tér felé fordult. Az egyik térre néző ablaka előtt most egy olyan szerkezetet állítottak fel, amely rögtön magára vonta Don Camillo figyelmét. Egy méternyi magas oszlop volt, amelybe egy bőrrel párnázott gombaféle volt beledugva. Mögötte egy másik, keskenyebb és magasabb oszlop állt, rajta egytől ezerig terjedő skála. Erőmérő készülék. Az ember ráut a gomba fejére, és a mutató mutatja az erőt. Don Camillo a zsalúrésein át leskelődve nagyszerűen szórakozott. Este 11-kor a legmagasabb eredmény 750 volt. Buddy leérte el a Grettiék tehén pásztora, akinek akkora ökle volt, mint egy-egy krumplizsák. Aztán váratlanul megérkezett Peppone a vezérkarával. Mindenki összefutott, hogy lássa, kiabáltak, hogy hajrá, hajrá, erre Peppone levetette az zakóját, felgyűrte az ingeujját, aztán odaállt a gép elé, a távolságot méregette. Csönd lett, s még Don Camillo-ra is rájött a szívdobogás. Peppone ökle a levegőbe emelkedett, majd lecsapott a gombára. 950! Ilyet csak 39-ben láttam Genovában, egy kikötői rakodó munkástól. Peppone fölvette az zakóját, aztán fölvetette a fejét, és azt az ablakot nézte, amelyik mögött Don Camillo lapult. Ha valakit érdekelne, jegyezze meg, hogy a 950-es magasságban kedvezőtlen számára a légkör. Mindenki Don Camillo ablakát nézte vigyorogva. Don Camillo remegő lábbal ment lefeküdni. Másnap este megint ott lapult az ablak mögött, és dütör reszketve várta a 11-et. Akkor megérkezett Peppone a vezérkarával, levetette a zakóját, felgyűrte az ingeujját, és odavágott a gombának. 951! Mindenki Don Camillo ablakát nézte, gúnyosan vihogva. Peppone is fölnézett. Ha valakit érdekelne, jegyezze meg, hogy a 951-es magasságnál kedvezőtlen számára a légkör. Don Camillónak nyugtalan éjszakája volt. Másnap Krisztus elé térdelt, és így sóhajtott. Jézus, ez a vesztemet akarja. Légy erős, és tartsd magad, Don Camillo. Este Don Camillo úgy közeledett az ablakhoz, mintha vesztőhelyre menne. Közben már elterjedt a hír, és ott volt az egész falu, hogy lássa a mutatványt. Amikor Peppone megjelent, a tömeg fölmorajlott. Peppone csúfondárosan fölnézett, levette az zakóját, fölemelte az öklét, és a tömeg elnémult. 952! Don Camillo szemek milliárdját látta az ablakára meredni. Elvesztette a fejét, és kirohant a szobából. Ha valakit... Peppone még be sem fejezte a mondatot, amellyel a 952-es magasság kedvezőtlen légkörére hívta föl az esetleges érdeklődő figyelmét, amikor megjelent előtte Don Camillo. A tömeg felnyugodt, majd elhallgatott. Don Camillo kidüllesztette a mellét, jól megvetette a lábát, eldobta a kalapját és keresztet vetett. Aztán fölemelte félelmetes öklét, és letaglózta a gombát. 1000! Ha érdekel valakit, tudja meg, hogy az ezres magasságnál kedvezőtlen számára a légkör. Peppone belesápadt, vezérkara pedig félig csalódott, félig sértett pillantásokat vetett rá. Mások elégedetten vihogtak. Peppone Don Camillo szemébe nézett, megint levette a zakóját, odaállt a gép elé, és fölemelte az öklét. Jézus! Peppone ökle megvillant a levegőben. 1000! Peppone vezérkara ugrált örömében. Peppone diadalmasan elvonult erre, Don Camillo meg diadalmasan amarra. Jézus, köszönöm, rettenetesen féltem. Hogy nem tudsz ezret ütni? Nem. Hanem, hogy esetleg annak a tökfejnek nem sikerül. Nagyon a lelkemre vettem volna. Tudom. Ezért is segítettem neki. Egyébként, amikor meglátott,
Peppone is rettenetesen félt, hogy esetleg nem éred el a 952-t. Közeledett a karácsony. Sürgősen elő kellett venni a dobozból a betlehemi szobrocskákat, ki kellett javítani az úzódásaikat, és nagyon rájuk fért már egy kis tisztogatás, átfestés is. Későre járt, de Don Camillo még dolgozott a plébánián. Kopogtak az ablakon. Don Camillo ajtót nyitott. Peppone volt az. Peppone leült, Don Camillo pedig folytatta a munkát, és jó ideig csak hallgattak mind a ketten. Az öreg istenbe. Neked épp a plébániára muszáj jönnöd káromkodni? Nem káromkodhattad volna ki magad a pártházban? A pártházban ott már káromkodni se lehet. Mert ha az ember elkáromkodja magát, már arra is magyarázatot kell adnia. Don Camillo Szent József szakállát festette át ólomfestékkel.
Ebben a szemét világban a becsületes embert élni se hagyják. Mit izgat az téged? Talán becsületes ember lett belőled? Mindig is az voltam. Ajaj, sose gondoltam volna. Don Camillo elkészült a szakállal. Most a ruhám volt a sor. Még sokáig csinálja? Ha segítesz, hamar befejezzük. Peppone szerelő volt. Keze, mint a lapát, az ujjai hatalmasak és nehezen hajlottak. De ha valakinek elromlott a kronométere, Pepponéhoz vitte javítatni. Ez már így van. Épp a nagy emberek teremtettek az apró dolgokra. Úgy szerelte az autó karosszériáját és a kocsi küllőket, mint a parancsolat. Meg csak az kéne, hogy én szenteket pingálgassak? Nem vagyok a sekrestjése. Don Camillo előkotorta a doboz mélyéről egy veréb fiúkányi rózsaszín kis valamit. A gyermek Jézus volt az. Peppone azt se tudta, hogy került a markába a szobrocska, de aztán fogott egy vékony ecsetet, és hozzálátott az aprólékos munkához. Ő az asztal innenső oldalán, Don Camillo a túlsón, egymás arcát se látták, mert köztük világított a mécses. Szemét egy világ ez. Senkiben sem bízhat már az ember, ha mondani akar valamit. Már saját magamban sem bízom. Don Camillonak most nagyon oda kellett figyelni a munkájára, kényes részlet következett. A szűzanya arca. És bennem bízol? Nem tudom. Próbálj mondani valamit, abból majd meglátod. Peppone elkészült a kis Jézus szemével. Megvolt a neheze. Aztán a kis száj pirosát frissítette fel. Legszívesebben itt hagynék mindent, de nem lehet. Ki akadályoz meg benne? Engem akadályozni? Fogok egy vasdorongot és egy egész hadsereget is kikészítek. Félsz? Olyan még nem volt. Én félek. Néha félek, Peppone. Peppone megmártotta az ecsetet. Hát, néha én is. Peppone sóhajtva folytatta a festést. Valami nincs rendben. Úgy érzem, mostanában mindenki más szemmel néz rám. Mindenki. Még a daróc is. A daróc is így érezheti, és a többiek is. Mindenki fél a másiktól, és amikor megszólalnak, mindig úgy érzik, védekezniük kell. Miért van ez? Ne politizáljunk, Peppone. Úgy érzem, mintha börtönben volnék. Minden földi börtönnek van egy ajtaja, amelyen meg lehet szökni. A börtönök a testnek vannak, és a test keveset számít. A Jézuska készen volt, így újra festve, hamvas rózsaszínen szinte ragyogott Peppone hatalmas fekete markában. Peppone ránézett, és szinte érezte a kis testlany melegét a tenyerén. Mindjárt elfelejtette a börtönt. Gyengéden letette a rózsaszín kis Jézust az asztalra, Don Camillo pedig mellé tette a szűzanyát. A kisfiam most tanulja a karácsonyi verset. Hallom, mikor az anyja esténként elalvás előtt elmondja neki. Tüneményes. Don Camillo a kis Jézus fölé hajoló szűzanya mellé oda tette a szamarat. Ez itt Peppone fia, ez Peppone felesége, ez pedig Peppone. És utoljára szamárra mutatott. Ez meg Don Camillo. És Peppone az ökörszobrocskáját is a többi mellé állította. No, hiszen persze állatnak állat a barátja. Peppone az ajtón kilépve újra a komor pómenti éjszakában találta magát, de most már teljesen nyugodt volt, mert még mindig a tenyerében érezte a rózsaszín kis Jézus teste melegét. Aztán a versszavai visszhangzottak a fülében, már ő is kívülről tudta. Az lesz csak a csodálatos, amikor szenteste majd elmondja nekem. A verseket a proletár demokráciában is meg kell hagyni. Sőt, kötelezővé kell tenni. Két lépésnyire a gát alatt szelíden lassan hömpögött a folyó. Egy másik vers. Egy olyan vers, amely a világgal egy időben kezdődött, és amely még folytatódik. És ahhoz, hogy a vízfenekén levő kavicsok milliárdjai közül a legkisebbet lekerekítse és simára csiszolja, 1000 év kellett. És csak 20 generáció múlva csiszol le egy újabb kavicsot. És 1000 év múlva az emberek óránként 6000 kilométeres sebességgel robognak majd az atommeghajtású szuperkocsiaikkal, és hogy miért? Hogy elérjék az év végét, és eltártsák a szájukat azelőtt a gipsz Jézuska előtt, amelyet egy este Peppone elvtárs festett át a kis ecsettel.
Önök a Líra óra 26. adását hallották. Giovannino Guareschi, Don Camillo kis világa. A szereposztás a következő volt. A mesélő Horváth Jerne, Don Camillo Fodor Tamás, Peppone Gábor Mihály, Krisztus hangja Koncz András, minden más szereplő Németh Gábor. Zene Gioacchino Rossini.